A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Mekkora Afrika, milyen a lakossága, hová érdemes elkirándulni látogatóként? Személyes élményeken keresztül ismerhették meg a távoli földrészt a Matthias Corvinus Kollégium előadására látogatók. A köztérben számítunk figyelmükre. Hogyha most nem villantottam volna ide ezt a diát, és kértem volna egy lapra, mindenki kezdje már el írni, hogy afrikai országokat. Nem tudom, hogy meddig jutottunk volna, de azt látni kell, hogy én személy szerint biztos még most sem tudnám megnevezni mind az 54 országot. 54 ország van bizony Afrikában, és azt kell látni, hogy hamarosan 1,5 milliárd ember fogja lakni ezt a kontinenst, amely rendkívül divers és sokszínű. Ugye egyrészt láthatjuk azt, hogy rengeteg ország van, de országokon belül is óriási a különbség, akár vallási, nyelvi, kulturális hovatartozásból. Nekem van doktorandusz hallgatóm, méghozzá Algériából egy kislány, úgyhogy most januárban elutaztam Algériába, Algírba, a fővárosba, hát ugye az arab Afrika, aztán pedig lerepültünk teljesen ide, Nigerigel, illetve Líbia határába, ami már teljesen fekete Afrika volt. Az algér kislány 30 éves, még sose volt a déli ország részen, és nem értette az ottani nyelvet, a tuaregek nyelvét, és teljesen más kinézetű emberek, kultúra emberek voltak. Úgyhogy nagyon izgalmas ilyen szempontból, és természetesen hát ugye a túlnépesedés problémája mostanság már egyre jobban erre a kontinensre kezd fókuszálni. Ugye Tanzániába fogunk majd elutazni, az egyenlítőtől délre található néhány száz kilométerrel. Most jelenleg olyan 65 millióan lakják, de kongatják a harangokat itt is, ez alapjában egy fejlett, teljesen konszolidált afrikai ország, hogy évek kérdése, és 80 milliót az biztos, hogy el fogja érni a lakosságuk. Aztán, hogyha még maradunk magánál a kontinensnél, hát láthatjuk azt, hogy ami így eszünkbe jut, az, hogy szafari, az, hogy ilyen baromi gazdag emberek, ilyen amerikai fogorvosok járnak oda, és akkor össze-vissza pufogtatják az állatokat. Erről egy fél napot tudnék beszélni, mert azt kell látni, hogy sok esetben az ilyen jellegű vadászat az egy adott országnak, például Namíbiának több 10%-ot, akár ilyen 40%-át jelenthet a GDP-be, és természetvédelmi vonatkozása is van a vadászati turizmusnak, tehát itt sem olyan fekete meg fehér a történet. Ezek mellett akár gondoltunk kakaóra, kávéra, különböző ásványkincsekre, de mondhatnám ugye a arany, szén, gyémánt, réz mellett a bauxitot, a uránt, kőolaj, földgáz, hogyha már megint csak a északi részére gondolunk a kontinensnek. Hát ugye ezeket az ásványkincseket, illetve egyéb más hát paradicsomi dolgokat más országok is ugye kiszemelték, és hát azt kell látni, hogy egy nagyon-nagyon komoly kolonizációs háttérrel, történelemmel rendelkezik ez a kontinens, és bizony azt is kell látni, hogy egyes országok még jelenleg is nagyon-nagyon csúnya szemmel néznek a fehér emberre, ugye attól függ, hogy melyik országban vagyunk, hozzáteszem, hogy teljesen ugye jogosan. Hogyha gondolunk például Nyugat-Afrikára, Szenegára, hát ugye azt tudjuk jó, hogy egy hatalmas nagy rabszolga export volt így ennek a kontinensnek, vagy ugye Algériában jártam, ott pedig a franciák voltak azok, akik eszméletlen véres elnyomást gyakoroltak erre az országra. Nagyon nagy különbségek vannak országok között. Ugye említettem azt, hogy Tanzánia az britektől függetlenedett, a britek azok jóval enyhébbek voltak, a franciák voltak a legvéresebb ilyen kolonizátorok, azt lehet mondani. Aztán, hogyha nézzük turisztikai szempontból így a világot, hát itt nagyjából ez a grafikon ugye a Covid előttig van bestrigulázva, azt kell látni, hogy a turizmus a múltban is, illetve jelenleg is
óriási üzlet, irdatlan nagy pénz van benne, hogy azt lehet látni, hogy a Covidot megelőzően közel 1,5 milliárd ember mobilizálódott egy évben, tehát beutazás történt, és hát ugye ezt mondanom se kell, hogy nagyon komoly anyagi jelentőséggel bírt a különböző kontinensekre, illetve országokra. Az egész biznisznek a több mint a felét mind beutazásban, mind anyagiakban az öreg kontinens, tehát Európa az elviszi, a Amerika az egy ilyen 20%, nagyon sokat erősödött az utóbbi időben Ázsia, Csendes-óceáni térség, Dél-Kelet-Ázsia 20-22%, és azt látjuk, hogy a Távol-Kelet, illetve Afrika az ugye eltörpül, ilyen Afrika esetében 6%-ról beszélünk a részesedés, 6% csupán, és hogyha megnézzük a trendet, amíg Európa is vastagodott, Amerika, de különösen Ázsia is, itt fut párhuzamosan, de nem történik vastagodás, nem történik népszerűsödés a beutazások száma, illetve tekintetében. Azt kell látni, hogy ha az anyagi bevételt nézzük, mondtam azt, hogy egy olyan világ turist érkezésének 6%-át jelenti, 3-4% csupán az egész büdzséből az, amit a fekete kontinens így a turizmusból bevételként könyvelhet el. Itt esetlegesen feltennék egy olyan kérdést, hogy mi az oka ennek? Miért nem? By the way, valaki volt már Afrikában önök közül? Na, Fekete-Afrikában? Fekete-Afrikában senki. Miért nem utazunk Afrikába? Ez messze van, hát Ázsia nincs messze meg Amerika. De ez a drága, ez egy piros pont, tehát ezt már is kiosztom. Látni kell azt, hogy oda repülni, mivel nincs nagy kereslet, így a kínálat elég szűk, baromi drága. Tehát én már most meg sem verem stracolni, hiszen most már repülőjegyek így a Covid óta irdatlanul elszálltak. Én Tanzániába, hát úgy, hogy közbeszerzéssel szerezte be a Magyar Tudományos Akadémia, mert tőlük nyertem egy ilyen ösztöndíjat, ilyen 300 000 forint környéke volt egy Budapest-Amsterdamos átszállás volt, Amsterdamból Tanzániában vissza. Irdatlan, tehát drága, így van. Egyből ott kezdődik a dolog, hogy drága a repjegy miatt. Akkor még mi, ami esetlegesen hátráltató tényező? Meleg van. Hát tételezzük fel, hogy szeretjük a meleget. Mi jut még így eszünkbe így Afrikáról? Közbiztonság, így van. Hát ugye... Egyből ki fognak minket fosztani, hogyha esetleg le nem szúrnak, tehát az egyértelmű. Nem csak a nőkre, férfiakra ránéznek, akkor egyből écesek lesznek, ugye? Tehát természetesen ugye ez nem így van. A médiának óriási ereje van. Látni kell azt, hogy rengeteg a sztereopítiának a tömkelege, azonban azt is kell látni, hogy emögött valóság is van. Tehát ezek a képek valóságosak, csak nagyon nem mindegy az, hogy mely országba utazunk. Ugye, hát a Száhel-övezetben egyértelműen láthatunk olyan családokat, olyan részeket, ahol nagyon-nagyon tényleg csontsovány gyerekek vannak. Akkor ugye azt is lehet látni, hogy vannak bizonyos területek, amelyek tényleg fertőzésektől mentes, valahol meg sokkal nagyobb a gyakorisága. Nem mindegy, hogy az ember hova utazik, de vannak, ahogy Tanzánia és olyan országok, ami rendkívül jó, nagyon jó szolgáltatások vannak. Olyan szállodák, kérem szépen, hogy nem lehet megfizetni. Ha már a szolgáltatásokról beszélünk, meg mondta a hölgy, hogy drága, a Serengeti Nemzeti Parkba csak a belépő egy napra, hogy valaki bemenjen, ilyen 50-60-70 dollár. Jó? Tehát drága. Bizony drága. Illetve... hogy akkor még maradjunk itt a csúnya részen is, hát esetleg, hogyha nem látták ezeket a filmeket, ezek is mind ilyen véres időszakáról emlékezik meg Afrikának. A véres gyémántok Sierra Leone-ben volt egy nagyon-nagyon komoly polgárháború 91-től 2002-ig, ahol nagyon-nagyon sok ember helyi veszítette az életét. De hogyha gondolunk például a Hotel Ruandára, Ruandában is nagyon véres volt a történet, ott a Hutuk a tuszikat mészárolták, hát ilyen faji megkülönböztetésnek köszönhetően több százezer ember, jól emlékszem, talán 94-ben történt. Egy év alatt több százezer ember.
embernek a lemészárlása történt meg. Ezek tényleg szomorúatos dolgok. Éppen ezért van az, hogy Afrikába nagyon befektetések, sok országban befektetés nem történik, mert politikailag ugye instabil a helyzet. Na jó, akkor most már nézzük azért a szép oldalát is Afrikának. Látni kell azt, hogy kulturálisan, irdatlanul ugye sokszínű, különböző törzsek, ezeknek a népi motivumai, kézműves termékei, fantasztikus történetek immateriális szempontból, de materiális értékekből is kimagasló, csak hogy néhány példát hozzak. Ugye Tanzániának a keleti partján van ez a Kilwa Kisivani, amely több ezer éve hát egy nagyon-nagyon fényes civilizáció volt. De Tanzániához köthető az emberi vállásunknak nagyon fontos láncszeme is. Vagy akkor lehet gondolni Botswanával a Bushman rajzokra, vagy például ugye iszlám ilyen sárból tapasztott templomokra. Illetve, hogyha esetlegesen valaki nem tudná, a világ legnagyobb római katolikus temploma az nem Rómában, vagyis hát pontosabban a Vatikánban található, a Szent Péter bazilika, kérem szépen, hanem Elefántcsontparton, a béke királynője bazilikája, amely valamennyivel nagyobb, még talán II. János Pál pápa szentelte fel, fogadta el, de ígéretet tett ott az állam vezetővel, hogy itt aztán békének kell lenni. Úgyhogy, hát azt mondanom se kell, hogy szó szerint kong az ürességtől, tehát, de hát a monumentalitás meg a legek, az ugye bizonyos vezetők esetében hát ideológiailag nagyon fontos. És aztán miről van még itt szó? Hát, hogyha Afrikára gondolunk, akkor a természeti értékek. Hát ki szeretne eljutni esetlegesen a Victoria vízeséshez, vagy tényleg valamely szafarin részt venni? Szafarin én részt vettem, egy képet nem hoztam belőle a mostani előadásomban, mert az megint egy külön előadás lenne. Maradjunk annyiba, hogy még mindig annyira faj, meg egyet gazdag egy-egy ilyen szafari, hogy nekem is leesett az állam, aki ilyen biológiával, ökológiával foglalkozik. Szinte már azt gondoltuk, hogy ezeknek takarmánya fizettek az állatoknak, hogy ebben az órában akkor ott jelenjen meg a zsiráf, vagy például az elefánt csorda a dzsipünk előtt menjen át. Tehát egészen hihetetlen, illetve fantasztikus élmények. Itt van két hölgy, esetleg őket ismerjük? Igen. Jane Goodall, így van, ő még él, és Magyarországra fog, azt hiszem, hogy májusban talán érkezni, és Budapesten fog tartani egy előadást, ő ugye a csimpánzokkal foglalkozott, amíg a jobb oldali képen. Diane Fossey. Uganda, Kongó a hegyi gorillákat tanulmányozta, az egész életét rászentelte, ugye ezeknek az etológiáját, együtt élt vele, mint egy családtag, és ott bizony politikai problémák, polgárháborúk és egyéb más viszályok ütötték fel a fejét, ezért Ruandába, a Virunga Nemzeti Parkba költözött. Hát sajnálatos dolog, hogy 85. december 26-án őt brutálisan meggyilkolták, úgyhogy ilyen szempontból ő már nincs közöttünk. Na, fókuszáljunk arra, hogy akkor utazzunk Tanzániába, és miért pont oda? Említettem, hogy egy ilyen vadbiológiai konferenciára nyertem az MTA-tól támogatást, látjuk azt, hogy az egyenlítőtől délre van, kicsit jobban ráközelítve erre az országra, amely hát nem feltétlenül egy kicsi, elég jelentős méretekkel bír, ott van piros vonal, az 200 kilométert jelent. Említettem a függetlenedésüknek a történetét, hogy először Tanganyikai Köztársaság, utána Zanzibár hozzá csatlakozott, és így lett belőle Tanzánia. Hát ugye Zanzibár az korábban egy ilyen szultánus volt, egyéb iránt Dodoma a fővárosa, de ez a Dar es Salaam, ez a legjelentősebb város, és Zanzibárra esetleg eszükbe jut egy híres énekes? Igen. Na, pontosan így van, Freddie Mercury. Mondják azt, hogy ilyen perzsa ős, de indiai ősökkel családdal rendelkezik, és kérem szépen, pont ez a 61-64-es forrongó időszaknak köszönhető az, hogy a család szépen fogta a cokmokját, és Britanniába költözött, onnantól pedig a sztorit már mindenki tudja, úgyhogy ő itt született. Látható az, már az országnak a címerében ez az Uhuru békét jelent, a Kilimandzsárónak a csúcsa és Uhuru Peak, a béke csúcsa, amikor a függetlenségüket elnyerték 61. decemberében, akkor egy közkatona felmászott a csúcsa és egy fáklyát kitűzött. Látható, hogy megjelenik a férfi, megjelenik a nő, tehát ugye itt már az egyenjogúságra szeretném felhívni a figyelmet, illetve az elnök úrra, pontosabban hát már a volt elnök úrra, most már elnök asszony van, a John Magufuli, aki
a Covid beköszöntével egyértelműen kikiáltotta, hogy Tanzániában nem volt, nincs és nem is lesz Covid. Sőt, még talán 3 napig imádkozott is, hogy ez így is maradjon. Na hát ő, miért volt ő ilyen beállítottságú, mit gondolunk? Nagyszerű lóvé, pénz, erről van szó. Ugyanis, hát Zanzibár, meg akár a Safarik, akár a Kilimandzsáró irdatlan bevételt jelent az országnak, és ez ilyen gazdasági megfontolású volt. Nekem vannak ismerősöm, amikor Londonban, Nyugat-Európában dolgoznak, home office, számoknak a világa, és ott hagyták az egész albéletet, Zanzibárba költöztek kérem szépen, a tengerparton itták a koktélt, ott dolgoztak, anyagiak jobban kijöttek így, és akkor még szépen a napbarnított vőrükkel tudtak pózolni a különösebbnél különösebb képeken. Jó? Tehát ez pontosan így volt. Arusában volt ez a vadbűnői konferencia, ránéztem így a térképen, hogy akkor hova is megyek, ugye nagyon komoly felkészültséggel, és láttam azt, hogy tőle észak-keletre ott van valami, hát ez a Kilimandzsáró, kérem szépen, most ide fogunk kicsit közelebb jönni, itt van Arusa, és itt található a Kilimandzsáró, és Mosi városába kellett elmenni, innen indult maga a túra, innen vittek fel minket jippel. Magyar vonatkozás, Kittenberger Kálmán, aki ugye nagy ilyen Afrika vadász volt, és a múzeumnak gyűjtögette, illetve küldte a preparátumokat, hát nem volt ő egy gazdag ember, tehát így tudta a szenvedélyét, illetve ezt a, hát nem is hóbortját, hanem tényleg hitvallását megélni. Malária miatt is került ide Mosiba, illetve volt egy olyan történet, hogy oroszlánra vadászott, csütörtököt mondott állítólag a puskája, és már majdnem széttépte az oroszlán, amikor volt annyi jelenléte, hogy kezével meghúzta az oroszlánnak a nyelvét, meghátrált, és akkor így újra töltötte puskáját, és le tudta lőni. Itt Mosiba brit orvosok varták össze, meg gyógyították meg a maláriából is, hát ugye számos könyvét biztos ismerik. Aztán van egy másik, aki nem feltétlenül egy csóró személy volt, országgyűlési képviselő, szintén Afrika kutató, nagyon nagy utazó, gróf Teleki Sámuel, szintén vadászott, Rudolf Tavat ő fedezte fel, illetve a Kilimandzsárót is meg szerette volna mászni, de körülbelül olyan 4000 méterig jutott, hiszen hát nagyon komoly volt még akkor a fagyhatár, illetve hófötte volt, minden vissza kellett fordulnia. És akkor egy kitekintés arra, hogy ugye a klímaváltozás, globális klímaváltozás az miképpen hat akár a Kilimandzsáróra, a felső képen februári kép 93-ból, az alsó kép februári kép 2000-ből. Azaz 7 év alatt, hát lehet, hogy ezek ilyen eléggé ilyen kiugró értékek, de nagyon jelentősen olvadt maga a jég, illetve a hó. Én amikor felmentem, meg együtt majd felmegyünk, látunk néhány képet, van még hó, illetve fagy, de már messze nem az, mint korábban. No, tudtam azt, hogy megyek a vadbűnői konferenciára az 1 hét, és akkor 1 hét pedig ez a túra. Ez így ugye ki volt találva, hogy akkor megyek. Mivel kellett nekem készülni erre a túrára? Mit gondoltanak, mit gondoltok? Nagyon jó, nagyon arra feltárol, csak úgy osztogatom a piros pontokat. Bizony, bizony. Oltások. Akkor ezek mellett mit kellett még átgondolni, mit kellett esetleg beszerezni? Bakancs. Nagyon jó, így van. Így, egy jó bakancs. Vízum, igen, könnyű, reptéren, nem tudom, 30 dollárért lehet vízumhoz jutni Tanzániába, de igen. Á, térkép nem, mert befizettem ugye egy irodához, és volt vezetőm, tehát engem ugye úgymond vittek, követtem őket. Gyógyszerek. Igen. És jó kert. Az bizony, hogy kellett, az vittem is magammal egy nagy üveg pálinkát, hogy meglenne a jó kert. De ahogy emelkedett a magasság, hát mondanom se, hogy nem lett meg. Pedig kínáltam én kanadainak, belgának, mindenkinek, de ahogy emelkedett a magasság, hát úgy valahogy elment tőle a kedvem. Egy nagyon jó bakkancs kell hozzá, egyéb iránt leszögezem. Ez a Kilimandzsáró, ez nem egy veszélyes, ez egy békés hegy, kérem szépen, ugye vulkanikus, 3 ilyen vulkáni kürtője volt, csak 2 talán már beomlott, leomlott.
Ez egy békés hegy. Itt nincs összekötés, meg különösebb technikai dolog. Ide idézőesen csak úgy fel kell sétálni. Egy 7 napos túrára fizettem be, 6 éjszaka, végül 6 nap, 5 éjszaka alatt sikerült teljesíteni. Hát ugye pilautakex, csokik, különböző ilyen egyéb speckos dolgok, oltáskönyv, szaloncukor, ugye? Ezt nagyon jó volt osztogatni a hordároknak, mert ez jó valuta volt, meg úgy katalizálta őket, hogy még jobb munkát végezzenek, és talán a legfontosabb, ennek az egész túrának a legfontosabbja az ez volt. Esőkabát. Ilyen szempontból párás, csepergős volt az idő. Akkor említette a kolléganőnk, hogy oltások kellettek, hát ugye itt ilyen diperte, hastífusz, hepatitis A, B, nem tudom már, hogy mi volt, meg még mivel kellett magamat beoltani, illetve megkaptam ekkor a COVID harmadik oltását is. Azért hozzáteszem, hogy érdekes, hogy mindig így a COVID oltások után valamennyivel lettem COVID-os. Ugye, de valószínűleg, vagy nem tudom, maradjunk annyiba, hogy ugye ez az időszak, 21 decemberét írjuk, Omikron, mond ez nekünk valamint, hogy Omikron? Ugye én nagyon felelősségteljes magyar állampolgárként, már előre levő a point, hogy én ezt haza is hoztam, így karácsonyra nagyon ültek így a család, így 4 fal közt töltöttem az egész karácsonyt, egyértelműen omikronos lettem, harmadjára, úgyhogy kipipáltam 3 oltás, 3 Covid, hiába volt az oltás. Hát ugye Budapestről Amsterdam, Amsterdamból pedig a Kilimandzsáró nemzetközi airport egy ilyen hatalmas nagy vasmadárral sikerült eljutni. Egy ilyen 8 órás volt körülbelül az repülőút Amsterdamból, teljesen ilyen szempontból közvetlen volt Amsterdamból oda a járat. Szépen úgy elpihengette ott az ember, és így érkezett meg, hát hova máshova, mint a Kilimandzsáró nemzetközi repülőtérre. És mielőtt rátérnénk a túrára, hoztam néhány fényképet, hogy így engem milyen tapasztalatok is értek magában, hát hogy Tanzániában megérkeztem, meg ott Arusában. Hát ugye a brit hatás az még mindig megvan, sokan beszélik az angol nyelvet, illetve természetesen ugye máshol helyezkedik el a kormány, mint itt nálunk, tehát jobboldali kormányos autókról van szó, illetve fontos azt megjegyezni, sajtóból feltették a kérdést, hogy akkor mégis mi a tapasztalatom magáról így az országról, hogy azért kicsit burokba nevelődtem, hiszen a norvég professzornak voltam a vendége a konferenci ide alatt, ugyanis ő már vagy 30 év ott dolgozik Afrikában, mint ilyen vadbiológus, és az ő vendég szeretetét élveztem, majd mindjárt meglátjuk milyen körülmények között. Ő egy tanzán srác, a Franco, ő pedig egy nigériai kollégája, tehát így laktunk 4-en az ő házába. Egy nagyon-nagyon fontos szereplője volt ennek a vendéglátásnak, egy óriási fekete asszony, Mamma Mika, kérem szépen, aki állandóan leste azt, hogy mit kívánunk. Mindig volt leves, gyümölcs, második, sütött, főzött. Hát meg a norvég professzor, ugye ezek a skandinávok azért szeretik az alkoholt. Vittem unikumot neki, és akkor mindig azzal kellett kezdeni a reggelt, este meg ugye pálinkával befejezni, úgyhogy én alapjában sokat nem iszok, úgyhogy ez is egy elég komoly kiképzést jelentett számomra. Ilyen kis baldahinos ágyikon volt, sok szúnyog itt ugye nem volt, a hegyekben meg amúgy sincs, ugye már egy bizonyos magasság után, ez volt a háza. Közbiztonság volt, külön ilyen kapus embere volt, de azért látható ott a kerítés, hogy azért ilyen elektromos kerítés volt, hát talán így az értékek miatt meg sokat szokott ő távol lenni. Aztán ő volt Juma, a sofőr, ő neki mindig ilyen furcsán állt a szeme, meg ilyen könyvelábat, én nem tudom. Nagyon lazák ezek az afrikaiak, ugye teljesen más kultúra. Ismerjük ezt Hakuna Matata, ez a csak nyugodtan, lassan, minden, úgyhogy ilyen szempontból így a magyar stressz meg pörgés az alább maradt, úgyhogy szintén én is lenyugodtam, ilyen afrikainak éreztem magam. Tényleg csak néhány kép, nem ezért jöttünk, hogy hogy nézett ki egy ilyen konferencia, hol ott Afrikában. Ugye különböző ilyen akadémiai szférákban dolgozó, tanuló emberekkel tanultam, ugye a norvég professzornak Trondheim nagyon sok fekete, tehát afrikai PhD hallgatója volt, aki aztán, mikor elvégezte a doktorit, hát azokból lett valaki, akár Tanzániába, akár máshol. Tehát elég jó egzisztenciával rendelkezik, és nagyon jó koponyájú emberek voltak. Vagy például ez a hatalmas egy krumpliorú professzor is állandóan csak nevetgélt, és boldogítottuk igazából egymást.
Így volt a történet, itt adtam elő a varjakkal kapcsolatos előadást, természetesen volt ilyen covidos maszk, közös csoportkép, illetve azt kell látni, hogy jó minőségű utak. Hát ezért sok helyen itt már lassan, mondjuk már azért Magyarországon is majdnem azt lehet mondani, hogy majdnem mindenhol jó az út, de egy meglepő volt, hogy ilyen kétszer két sávos utak voltak, kérem szépen, illetve Mosinak ez így a látképe. Tehát nem egy olyan lepukkant történetről beszélünk, persze ugye nem voltam teljesen vidéken, tehát ez a Mosi is egy nagyváros, de amit így belekóstoltam, amikor mentünk szafarizni, azt láttam, hogy mindenki úgy tette a dolgát, úgy szépen takarosan. A kis juhait, kecskéit terelgette, dolgozott a mezőgazdasági táblán, tehát én így rendet és békét tapasztaltam mindenféleképpen. Voltam a piacon, fantasztikus színek, illetve zöldségek, gyümölcsök voltak, például ennek a nénnek nagyon tetszett a szoknyája. Látni kell azt, hogy itt így a divatra meg a varrásra nagyon adnak az itteni hölgyek, majd ugyan látunk erre is néhány képet. Avokádó, mangó, banánból főző, sütő, evő, minibanán, nagyon-nagyon-nagyon szép és különleges volt, és boldog, mosolygós emberek, habár sok turistával nem találkoztam, tehát ez az Omikron azért éreztette a hatását. Különböző ilyen termények, ezt szerintem mindenki ismeri. Édesanyám nagyon örült neki így, hogy valahogy így átadtam vámkumosan itt az Omikronból, ledobtam neki az erkélyt, hogy akkor ezt a be tudja sütni a sütibe. Na hát a hentes az így nézett ki, nem tudom az ANTS mit szólt volna hozzá, hogy ott a napon eresztette a levét. Mi is a túrához vásároltunk innen húst, hát megfelelő hőkezeléssel meg fűszerezéssel ugye csodákra képes egy-egy szakács, csak így furcsa volt ott a hegyekbe ezt tenni, amit utána onnan akasztottunk le. Gyönyörűséges pénzeik vannak, tanzán, shilling, nem shilling, hanem vagy shilling? Nem. Tudja valaki? Most hirtelen elfelejtettem. Németeknél mi volt a márka? Azt hiszem. Hát akkor igen, tudjuk azt, hogy különböző afrikai, vagy akár ilyen közép-amerikai államok esetében azok ilyen lerakatok. Ezek mind-mind használt ruhák, kérem szépen, ilyen 100 méterrel kegy a piacon. Nem akartam már mondani az eladónak, hogy ez a rikító zöld póló nagyon tetszik, és felpróbálnám. Tehát ezt nem akartam így elsütni, inkább csak magát a fotót lőttem el. Rengeteg cipő, szandál, és például ez ilyen Birkenstock, ez egy német márka, nagyon jó, bizony ilyen parafából, nagyon minőségi, ebből is rengeteg, már bánom, hogy nem vettem vagy két párat. Itt a hölgyek, de akár a férfiak is állandóan látástól vakulásig vartak, kérem szépen. Akkor volt, aki autót mosott, hát én nem örültem volna autótulajdonosként, de lehet ő is azért nézi sunyin, hogy úgy mossa az autónak a tetét, hogy felállt teljesen az autónak a tetejére. Ilyen mikrohorpadások azok ugye nem számítanak. Illetve, nagyon jó, majd előkerül valami a táskámból, újra hasznosítás, kérem szépen, ilyen különböző bicikli meg autókerekekből úgynevezett ilyen szandált készítettek. Köszörülés, igen. Hát ez ilyen kis keresett kiegészítés, tehát az ilyen macsétát, meg ilyen konyhai eszközt, azt így éleszte, így visszafele. Szóval... Közben pedig, hát még hogyha nem is olyan egyszerű típus, hanem inkább ilyen díszeset, de vásároltam egyet magamnak, ugye így a pásztorok, meg a földművesek ezt használják, aki gondolja, nyugodtan felpróbálhatja, tehát én nem vagyok finnyás. Baromi kényelmes, és kérem szépen ebbe tüske, meg semmi nem megy bele, úgyhogy nézzük, ez már ilyen trendi, ugye, ezt kihúzzuk, így szépen bedugjuk a lábujjankat. Az egyik gumissal áthúzattam, mert nem volt jó a lábujjamnak, tehát azért van rajta lyuk, de ez aztán egy igazi egyedi darab, egyet adok ide, ez mehet így tovább. Úgyhogy nyugodtan, hogyha úgy érezzük, akkor próbáljuk fel. No, és akkor térjünk rá a túrára. Ugye említettem azt, hogy ez a Kilimandzsáró, ez nem egy veszélyes hegy, tehát egy békés hegy. Hófötte a teteje. Ez a kép talán pont
Kenyából készült, szoktak még ide elefántokat, meg ilyen zsiráfokkal fotózni. Mi ugye a Tanzán oldalról indultunk. A történet az ott kezdődik, hogy ugye eredetileg amúgy nem is Tanzániában, hanem Ruandába mentem volna egy ilyen világkongresszusra, csak a Covid miatt azt elhalasztották, és a norvég professzor szólt, hogy nem baj, fogadd el az ajánlatot, van egy másik afrikai konferencia, és akkor pont jó legalább találkozunk. Tehát ez úgy jött, hogy hú, akkor Tanzánia, akkor Arusha, és akkor ott van a Kilimandzsáró hegy, és utána felevelenedett bennem, hogy volt egy kedves barátom, akivel beszélgettem, és mondta, hogy ő megcsinálta ezt a túrát, és igazából ő adta meg a kontaktot Brunónak, aki ezt az irodát vezeti. Ma amúgy a netre fel lehet menni, és elég horrorisztikus árakat találunk, ugye majd ezekről az anyagiakról is beszélünk, hogy esetleg kedvet kapnának, akkor így mennyit kell félretenni így a malac persejből, hogy egy ilyen utat megvalósítson az ember. Elmondom, hogy mennyibe kerül egy ilyen. Ő hozzá irányított, és körülbelül ilyen fele, de még lehet még nyomottabb áron tudtam egy ilyen túrára befizetni. Ez nem csak úgy megy, hogy az ember oda megy, és akkor felmegy. Tehát ez egy nemzeti park, nemzeti parki belépőt kell fizetni, ki kell fizetni ugye a túravezetőket. Én mondtam a Brunónak, hogy hát, hogy minél olcsóbban próbáljuk már megúszni ezt a történetet, hogy én szívesen csatlakozok valamely külföldi csapathoz, legalább nem is leszek egyedül, és mondta, hogy jó van, majd megoldjuk, végül teljesen egyedül voltam, mondom, hogy így az Omikron így a hatását megadta. Ő volt Robert, a túravezetőm, ő felelt értem, ő Bruno ugye az irodavezető, nem jött velünk, ő a titkárnő, nem tudom, hogy ki. Ő volt a szakács, ez a furcsa kinézetű fickó, és ők pedig hárman plusz még egy, pedig a nem serpák, mert serpának ugye Himalája régióban mondják porterek, ilyen szállítók. Tehát összesen négy szállító, szakács, a guide, én, tehát heten voltunk, mint a gonoszok, és így vágtunk neki ennek a túrának. Lemérték a cuccomat, hogy mit hoztam, szétszették, megnézték, hogy jó-e, elég meleg a hálózsák, mondták, nem adtak másikat. Majd fogunk ezekről is beszélni, hogy milyen hideg volt, vagy hogy alakult ez a történet. És megkezdtük az utunkat felfele, és ugye említettem, hogy megálltunk a Hentesnél. Hát itt az asszonyok tolakodtak valamilyen szinten, mert friss hús érkezett a történethez, de mi soron kívül, hát sikeresen hozzájutottunk egy ilyen jó adag húshoz. Felhívnám a figyelmet a pénztárgépre, hogyha esetleg ezt hirtelen nem látjuk. Itt fekszik, itt a húszcafatokba a koma, és akkor ezzel a kis telefonnal adogatja a történetek, a pénztárgép az meg valahol itt van, jó? Tehát a pénzeket azokat oda dobálta, úgyhogy én még hál' Istennek akkor nem realizáltam, hogy ebből még enni is fogok, de különben nagyon-nagyon finom volt. Ez egy jó kérdés, szerintem ma rágós, van róla fotó. Nagy hegyről beszélünk, különböző útvonalakon lehet megbászni, ez egy elég népszerű, ez a Makame kapu, ugye itt már egyből 1800 méterről kezdtük az utat, és a végcél az 5895 méter volt, és itt mint egy menübe szépen leírták, hogy akkor mely táborhoz hány kilométer és hány órát jelent ez a sétafikálás, hogy így nevezzem. Így nézett ki a sztori, ez az előző kép, ez valahol itt készült, így itt. Ez volt az első napunk, második napunk, itt volt egy ilyen akklimatizációs emelkedés, egy olyan majdnem 5000 méterig, ez a láva toronyhoz, aztán ide, és végül, hát ugye már az elején megláttak engemet, Lászlót, hogy eléggé jó kötésű vagyok, stb. Biztos, hogy sportolok, és felcsillant a szemük, ez később esett le, hogy nem hét nap lesz ez, hanem hamarabb megcsináljuk. És kérem szépen, ahelyett, hogy itt megpihentünk volna, innen kaptam egy ebédet, és tovább hajtottak az alaptáborig, és hát akkor eléggé megfeküdtem így fizikailag is, meg ugye már azért a magasság is elég magas volt. Hány kilométer volt egyetem? Nem sok. Hát ugye itt lehet látni, hogy általában egy ilyen 7, 8, 9, 10, ilyesmi volt egy napi menet, amit szépen lesétáltunk ilyen 5, 6, attól függ, 6, 7 óra alatt. Tehát nem volt ez igazából annyira veszélyes. A lényeg, hogy ők örültek nekik, mert ezeknek az embereknek tisztességes szakmájuk is van. Ugye a Robert víz- és gázszerelő. Csak ugye jóban van ezzel a Brunóval, de egyéb iránt ő levizsgázott, mert egy vizsgához kötött az, hogy valaki egy ilyen túrát vezessen. És mondom a pénzeket, hogy valamilyen 40 dollárt kapott ő napi szinten.
és azt ugye szorozzuk be 7-tel, tehát egy 80-90 ezer forintot kapott a Brunótól ezért a túráért, ami irdatlan és nagyon jelentős anyagi infúzió egy-egy ilyen családnak. Ja, igen, hát ugye mennyibe került, mennyit kellett nekem Brunónak leperkálni? 1200 eurót, ezért a 7-ért. Akkor még nem ennyi volt az euró, nyugodjunk meg, tehát nem 400-as volt az ár, hanem ilyen 350-360, és ebben benne volt igazából az ellátás, majd csokorba szedtem az ilyen különböző topikokat, hogy miket ettem, mindjárt fogunk majd igazából látni ilyen képeket. Úgyhogy ez a dolog így nézett ki. Itt van a kapuja, mint a Jurassic Parkban, a Nemzeti Parknak, tiszteleg a természetvédelmi őr, az a fekete nagy úr, és akkor megkezdjük a sétánkat felfele. Látni kell azt, hogy ugye ahogy emelkedtünk felfele, a vegetációs övek úgy változtak, az elején egy ilyen esőerdőbe ment az utunk, az első etap egy olyan 6-7 óra volt, azonban azt kell látni, hogy a felénél elkezdett esni az eső, beborult, ködös volt, amúgy egészen fantasztikus volt, tényleg, mint az ilyen filmekben. Ugye az ilyen epifitonok, meg egyéb más növények rajta a törzseken, tehát tényleg fantasztikus és bravúros volt. Itt még nagyon boldog vagyok, ugye, mert talán még az eső se kezdett el esni. Aztán ugye említettem azt, hogy ne legyen túl unalmas ez az előadás, nem ilyen táborról táborra fogunk menni, hanem ilyen csokorba szedtem a történetet, lássuk azt, hogy ezek a teherhordók igazából hogy is öltözködtek és hogy mentek, maximum 20 kiló lehetett az, amit ők pluszban vittek, mindenféle speckós felszerelésük nekik nem volt, sok esetben csak az, amit ugye a külföldiek ott hagytak nekik, és nem vittek magukkal. Látni fogunk ismeretlen arcokat is, mert ugye én, illetve az másik 6 fő, akivel együtt voltunk, az egy csapat volt. De egy nap ugye több csapat indult neki ennek az egész útnak, majd ezt a tábornál elmagyarázom. Igazából valamilyen szinten szerencsésnek is érzem magam, hogy az Omikron idején sikerült elmenni, mert nem voltunk olyan túl sokan. Majd a tábornál fogjuk azt látni, hogy általában így maximum egy estére egy táborba egy ilyen 20 kuncsaf gyűlt össze. Azonban azt is látni kell majd, hogy nem mindenkihez 6 ember tartozott egy emberhez, hanem akár 10, 12, 15 is. Volt olyan pár, akihez 20 ember tartozott. Hogy ez miért történt? Na hát ennyire nem menjünk előre, majd ezt is el fogom magyarázni, de az ő porterükből, ő szállítójukból is fogunk látni néhányat. Tehát ők nem mindenki hozzám tartozott. Hát itt már azért látszik, hogy kicsit erőltetett a mosolyom, ugye? De teljesen nézzük meg vékony annak a srácnak a karja, sokszor betették a fülest, és akkor a regire szépen ők meneteltek felfele. Vagy például egy ilyen törékeny hölgy is volt. Ja igen, hogy ők mennyi pénzt kaptak, nekik a napi díjuk ilyen 15-20 dollár környékén mozgott, olyan 5-6-7 ezer forint per nap, jó? Hát nem tudom, hogy azért ki cipelte volna ezeket a dolgokat. Egy ilyen meredekebb rész volt, itt is szépen kúszunk felfele. Nem volt technikás a dolog, majd mindjárt mondhatom, hogy melyik volt a legnehezebb rész. És akkor itt is lehet látni, hogy szépen, mint a hangyák, mind a túrázók, mind a teherhordók ilyen hangya módjára szépen mennek, emelik a magasságot. Hát ugye néha megpihentek, meg néha nagyon-nagyon megfáradtak. Például ez a úrnak is hát milyen nagy pocakja volt, de mégis azért cipelte a súlyt. Hát, hány fok volt? Itt még nagyon baráti volt a történet, egy-egy pólóba mentem, egészen olyan 4-5 ezer méter környékig alapjával ezt lehetett így csinálni, különösen úgy, hogy ez a púzus az elég magasan volt ennek az alföldi gyereknek, ugye? Ezt ugye mondanom se kell, illetve ami nagyon érdekes volt, hogy bepárásodott, elkezdett esni az eső, nagyon sokat ugye ez az esőkabát volt, ilyen akkor jó, hát elázott az ember, én nem is tudom, hogy száradtam ki végül. Természetesen azt hozzá kell tennem, hogy egy hétig fürdés az nem volt semmi. Tükröt sem nagyon kellett nézegetni, ugye? Majd mindjárt látjuk esetleg így a WC-zési lehetőségeket is társai. Minden tábor esetében volt egy ilyen tábla, hogy akkor megörül a nép, hogy akkor ezt is elérte, ki van pipázva. Itt is lehet látni, hogy azért el van ázva rendesen a nadrágom. Itt már 2800 méteren vagyunk. És hogy is nézett ki egy ilyen tábor, mindjárt látjuk, hát ugye minden táblánál sikerült egy-egy ilyen fotót csinálni.
És így nézett ki egy tábor. Ugye valahol a csúcs az még így ott van, tehát ez talán az első tábor volt. Egy-egy ilyen tábor óriási területen helyezkedik el. Ugye említettem azt, hogy szerencsésnek éreztem olyan szempontból, hogy ilyen 20 kuncsaft volt, és hogyha hozzánézzük a személyzetet, egy olyan 150-200-an töltöttünk egy-egy éjszakát, de egy hatalmas nagy területen. Amikor csúcsidőszak van, akkor van úgy, hogy 200 kuncsaft van, és ilyen 2000, vagy akár még több ember van egy-egy táborrejben, szinte már egy kisebb faluról beszélünk, és ugye aznak messze nincs olyan varázsa, hanem az már olyan tömegturizmus kategória. Már ugye a Monteverest esetében is sokszor sorba kell állni, hogy az ember feljusson a csúcsra. Tehát ilyen szempontból az ilyen jellegű turisztikai desztinációk is veszélybe vannak, illetve a tömegturizmus az a fényét mindenféleképpen csorbítja. Nézzünk néhány ilyen tábort, hogy néztek ezek ki. Itt van ez az épület, amit állítólag még ilyen 5000 méter magasságban is a fejükön hordták fel a téglát, a cementet, meg minden, hogy felépítsék. Ez volt a WC-nek a helyisége, majd mindjárt közelebb megyünk hozzá. Itt is. Igazából azt kell látni, hogy itt ilyen 10, aztán folyamatosan, ahogy emelkedett a magasság, szökkent le. Az alaptáborba ott már ilyen majdnem nulla környéke, éjszaka, és ahogy mentünk felfele, ott meg reggel, ugye éjfélkor indultunk a csúcsnapra, akkor ott már ilyen mínusz 10 talán. Talán. Nem nagyon lehetett érezni, majd látunk róla a videót is, hogy kell ezt elképzelni. No, és hát akkor már teljesen ez talán már az alaptábor, már teljesen kietlen, ilyen mars, holdbéli táj volt. Hát itt lehet azt látni, hogy van egy pár, és hozzájuk meg rengeteg személyzet tartozik, de miért is? Gondoljunk mondjuk egy expressre, akár egy Orient Expressre, vagy hogyha gondolunk a Titanicra, hát ott is különböző osztályok voltak, igaz? Hát ugye nagyon sokan, akik teljesen ott lent utaztak, ők meg is haltak sajnos, mert hogyha emlékszünk a Titanic filmre, őket le is zárták, a pornép, mint a patkányok ott húzódtak meg volt a díszes felső osztály. Na ezt is körülbelül így kell elképzelni, hogy mire fizetett be az ember. Ugye én igazából az ilyen legfapadosabb történetre fizettem be. Miben mutatkozott ez meg, kérem szépen? Hát ugye, hogyha az embernek vécéznie kellett, akkor elment és megkereste ezeket a kis építményeket, és akkor ugye itt ilyen keleti szokás, ilyen googolós történet volt. Hát ilyen nagyon ilyen napi lapot azt nem olvastam közben, mert el se ért oda a posta, habár azt hozzá kell tenni, hogy anatómiailag ez a legegészségesebb, hogyha az ember így végzi a dolgát, legkönnyebben tud így ürülni. És akkor mi volt az Orient Expressnek a magasabb osztályán, kérem szépen? Hát, volt olyan hordár, aki csak azért volt fizetve, hogy a fején a budit vigye, jó? És akkor szépen ilyen angolosan, WC-kefével, mindennel együtt itt tudja az adott kuncsaft, a dolgát végezni. Mindjárt meglátjuk, hogy ellátásba, illetve ennek a kényelmébe is volt ilyen szempontból különbség. Na, mit ettünk? Na, itt van az a bizonyos rágós hús, de jó diákként mindent megettem, ugye a tészta, szénhidrátot pótolni kellett, de ilyen saláta, egyéb más gyümölcs. Mindig, hogyha valóban utazok, akkor viszek ilyen kis könyvet, és az érzéseimet, a gondolataimat, a tényeket, vagy amit tanulok, azokat mindig leszoktam így jegyezni. Ez volt a konyha sátor, tehát ők megérkeztek, és akkor behajtottak mindent az ő saját sátrukból, és akkor, amikor eljött az étkezésnek az ideje, akkor nagyon-nagyon boldogan, szinte fülig ért a szájuk, frissen vágták a zöldségeket, frissen ugye gyúrták a tésztát, illetve hát ilyen hatalmas nagy gázpalackot is kellett vinni, mert ugye nem csak rólam kellett gondoskodni, hanem a másik hat személyzetről is, tehát hetünkről, ugye ezért volt ez, hogy ilyen sokan voltunk. Reggelire akkor mindig volt valamilyen tejbegrízszerűség, gyümölcs, rántotta, hát ez nem feltétlenül egy bécsi ropogós, meg roppanos, jó, tehát azért annyira nem voltam a minőséggel elájulva, de enni kellett rendszeresen, illetve hogyha megérkeztünk pihenni, akkor popcornt, hogy azt miért csináltak, azt nem tudom, de azt mindig a hollóknak oda dobáltam, mert azok meg követtek minket, mint a farkasok. Te, a kávé, tehát, vagy nézzük például ezt, hát most vacsorára megenném, kérem szépen, ez meg valamilyen sült grill csirkét csináltak krumplival, salátával, leves is volt így estére. Nem tudom, hogy ki az, aki leveses. Mindenki. Nagymama megmondta, hogy a leves az, amely a gyomrot előkészíti a másodiknak. Úgyhogy aki nem eszik levest, az szokjon rá. Én nagyon boldog voltam. Meg nem tudtam volna mondani, hogy mit eszek, de nem számított, mert meleg volt.
Még ismerjük ezt az edmegleves kapbefőzelék történetet, úgyhogy ez így volt, de jó volt, nagyon jó volt az ellátás, vagy itt is például ilyen tojásosan összesütött krumpli salátával. Hát ugye egy probléma volt, hogy én, mint egy ilyen kutyaházban voltam, betették nekem a vacsorát, és akkor így a sátorba így kellett megenni. Én nagyon nem szeretek ilyen fotelbe, vagy ágyba, vagy ilyesmi benne, nem úgymond megtisztelni az ételt, leülni az asztalhoz. És akkor nézzünk át, hogy az Orient Expressnek a jobb részén hogy is történt a evészet. Kérem szépen, ott külön konyha sátor volt felállítva, kézmosás, zene, minden, még szinte fakultatív táncot is roptak ott nekik, úgyhogy ők így élték az életet. Gyomor kinek? Felmerült ez a kérdés, hogy ettem-e Afrikában valami különlegeset? Ettem-e ott? Hasmenés, mindjárt beszélünk hasmenésről, de leszögezem, hogy nem, rendben volt, steril volt ez az étel, nem ettem semmi különlegeset, grill csirkét ettem ilyen sült banánnal ott Arusába is, tehát ilyen különlegesség nem volt, mint mondjuk Vietnámba, de hát az már megint máshova tartozik a téma. Hasmenés? Hát nem tudom, ki kérdezte, de volt. Volt, de az nem az ételtől, hanem ez valamilyen szinten egy ilyen, hát ilyen fontos momentuma lesz ennek az útnak, hogy ugye ahogy emelkedik a magasság, hát különböző tünetek jönnek ki az emberem. Én ugye nekem nem volt semmi tapasztalatom, előzetesen nem mentem az Alpokba kipróbálni magam 3000 méteren, hogy viselkedik a szervezetem. Ugye már 1800, meg ilyen 2000 méterek környékén is az éjszakám, én nagyon jól alszok, mint a bunda. 6 óra, itt akit agyon csaptak. Itt pedig rémálmaim voltak az elején. Ugye én... Tehát a hegyi betegségre szerezném helyezni a hangsúlyt. Hegyi betegség nem nekem általánosan mondom, hogy fejfájás, szédülés, hasmenés, hányás, és akkor mondta a guide, hogy egyéb más tünetek is vannak. Van olyan például, hogy az ember elkezd halucinálni. Csúcsnapon az egyik német kuncsaftja egy hatalmas nagy sziklát oroszlánnak látott, kérem szépen 5000 méteren, és teljesen beijedt. Sőt, még agresszív viselkedés is jelentkezhet. Na most azt kell látni, hogy engem meghajtottak, és két napi volt egy nap alatt tettek meg, hát akkor szégyen, nem szégyen, sokszor, hogyha nem is az oroszlán mellé, mögé, hanem egy nagy kő mögé le kellett guggolnom, és akkor ott végezni a dolgomat. Nekem így jelzi a szervezetem, hogy már sok. Kézmosás, volt egy-két ilyen spritz, aztán menni kellett tovább, ugye. Hát a Robert az nagyon türelmes volt, az várt, neki ez volt igazából a dolga. Találkoztam itt fiatalokkal, brit srác, egy belga lány, említettem a pálinkát, ami utána már ilyen kis műanyag izébe került. A kanadai kollégába öntöttem a magyar igazságot, hogy ő is egy kicsit így lazuljon. Aztán volt itt egy amerikai fogorvoslány, illetve... A mosoly egyben a cégére volt, hogy rosszak a fogaid? Hozzám, gyere! Dél-amerikai srác. Hát fiatalok, tényleg ilyen 20 évesek, nagyon jól bírták, és megint ugye különösebb ruházat ide nem kell. Hát én a nagy öreg már megvoltam rogyva elég rendesen, úgyhogy itt már nagyon-nagyon messze nem rendben mosolyom. És amire felhívnám a figyelmet, az, hogy egyedül voltam. Ez így utólag visszanézve rossz volt. Egyedül voltam, mint magyar, egyedül voltam, mint túrázó. Itt már 6 óra, 7 óra, akkor már megetettek, betettek, ugye, tisztába tettek, és akkor így az első éjszaka rendben vittem egy-két lapot, se perc alatt kiolvastam, aztán utána a sátorsa az enyém volt, ugye azt is biztosították, volt ilyen varró készletem, szedtem, azzal varrogattam a sátrat, és utána meg már néztem ki a fejembe, és hát nagyon kemény volt pszichikailag. Márai Sándor írja azt, hogy az egyedül való utazás, az felér egy börtönbüntetéssel, és most valahogy úgy bólogattam, hogy a füves könyvében leírt cikkely, az teljesen igaz. Szemben mi volt a mellettem levő közös sátorba, hát ők pedig ott bulisztak, zenét hallgattak, vicceket meséltek, hát már így utólag bánom, hogy nem bújtam közéjük, hogy én is csatlakozok, aztán legalább nem is fáztam volna, annyira összebújtunk volna, mint a koszos malacok, de ennyire nem voltam bátor, úgyhogy pszichikailag kemény volt ez az egyedülét. Beszéltem a Robert-tel, ugye a guide-ommal, keveset angolul, de az nem ugyanaz volt, hogy akár este is. Á, nem,
nem volt jellemző. Jól tartottak itt, mondom. Tehát Kalu Corridus volt, Robert, ugye a vezetőn próbálta bennem tartani a lelket. Esténként mindig jött, kérdezte László, hogy vagy, megy-e a hasad, így vagy széklet, vizelet, rendben van-e. Méri ott a véroxigén szintemet, tehát az ilyen jellegű alap dolgok megvoltak. Azt kell látni, hogy nagyon változatos volt a táj. Most jöjjön néhány táj, hogy így emelkedünk felfele. Ugye itt még a legelején vagyunk, valahol ott van teljesen a csúcs. Hát ugye sokszor tényleg ködbe burkolózott a táj. Ez volt itt talán egy a legveszélyesebb szakasz ilyenen átmenni, tehát mondom, hogy nem volt komolyabb történet ez fizikailag. Hát itt még ugye nagyon boldog vagyok így a túr elején, hogy itt vagyok, jól vagyok, minden szuper. Napszemüveget nagyon sokat nem kellett használni, mert ugye borult volt általában az ég. És akkor itt is ugye szépen megyünk, közeledünk a csúcshoz. Fantasztikus vidék volt. Sokszor megálltam, és egyszerűen nem tudtam bele betelni. Ezek ilyen nagyon speciális növényfaj, magyar neve nincs is. Ez olyan, mint egy ilyen tűzperzselte kaktusz, meg egy ananásznak így a keresztezése. Sehol máshol a világon nem fordul elő, csak itt. És hát ugye itt is szépen itt például egy ilyen felfele menetel van, és talán ez volt így a legmeredekebb története az egész útnak. Aztán, ahogy mentünk felfele, volt ilyen láposabb, vizenyősebb terület, ugye itt is folyamatos vízhatás alatt volt a történet, majd pedig ilyen holdbéli táj, nagyon-nagyon-nagyon sok ilyenen voltunk. Akkor ez volt a Lava Tower, ez egy nagyon híres pont volt, 4800 méter, ez egy ilyen akklimatizációs sztori volt, itt töltöttük az ebédet, majd pedig ereszkedtünk tovább le. Fantasztikus vidék volt, és itt vannak ezek a különleges fák. 4000 méter felett találják meg az életfeltételüket, a vizet tudják raktározni magukat, meg akár a leveleiket is össze is zárni, mert sokszor ugye a fagyhatásnak ki vannak téve, tehát igazi túlélők ilyen szempontból. És az esőkabát, meg Robert az mutatta az utat, de hát itt is borzasztó, állandóan folyt, állandóan ugye csepergett, és hát azért ez valamilyen szinten az embernek a kedvére is rányomta a bélyegét. Különösen, amikor még ilyen táblák voltak, ugye ez is azt mutatja, hogy hogy vagy, fontold meg a továbbhaladást, hogyha van valami rosszul érzed magad, beszéljél a guide-oddal. Hozzá kell tennem, hogy nekem semmi problémám nem volt. Ugye az elénél rémálmaim volt, a kicsit furcsán keltem, mint a mosott széklet, hogyha fogalmazhatok így. De utána az erő az megvolt, tehát a kalóriát biztosították, nem fájt a fejem, tudtam levegőt venni, nem, semmi probléma nem volt, ugye a végén leszámítva ezt a hasmenést. Hát majd csak a teljesen a végén nálam is valami kiütközött, majd arról beszélünk. Ez meg már teljesen ilyen Mars-szerű táj. Ugye itt is már kicsit gyötört a történet, és mielőtt nekiindulnánk a csúcsnak, még ilyen néhány növénykét is mutatnék, voltak egészen különlegesek, sajnos ilyen faj szinten nem tudom, de erről azt mondták, hogy ez ilyen elefánt virág, a másik pedig valamilyen harangvirág. Ugye lent az esőerdei részen hatalmas fák voltak, hatalmas nagy ilyen páfrányok, akkor ez valamilyen fészkes növény, ez is nagyon-nagyon gyönyörű volt. Illetve még ezeken a kis bokrosokon, különösen amikor rájött a köd, hát akkor ilyen kísérteties táj volt. Ez ugye mi rajta? Zuzmó, így van, szakállas zuzmó, ugye akár Magyarországon is még környezetből, biológiából tanultunk ilyet, hogy zuzmó térkép, ugye ez a szakállas zuzmó, hát mondanom se kell, hogy a levegő minősége az elég komoly volt, harapni lehetett, szó szerint hegyi levegő volt. Említettem azt, hogy varjakkal foglalkozok, a hollók is a varjúfélékhez tartoznak, és ott a miénknél egy picivel nagyobb, hihetetlen csőrű, örvös holló volt, aki mint egy ilyen farkas falka folyamatosan követett minket. Ugye táborról táborra. Vajon miért tették ezt? Egy ilyen tucat madár. Hát még szép. Itt is már vár minket. Na, mi lesz már a menü? Sokszor a hordárok azok készek voltak, meg kifosztották az ő táskáikat. Ugye itt például a kenyeret látható, hogy már szépen ott kiszaggatták, és akkor nagyon-nagyon boldogak voltak. Akkor megérkeztünk egy-egy táborra, mindig kikészítették a popcornt, nem vagyok egy popcorn nevű, úgyhogy én azt így oda dobáltam a hollóknak, és cserébe ilyen jó kis képet adtak. De itt azért más madárkákkal is lehetett találkozni, ilyen ökörszemszerűséggel, ez olyan, mint nálunk a vörös vércse, ez valamilyen gerlefaj, a jobb felső, a bal alsó pedig egy sármány, illetve az utunkat elkísérte egy ilyen kis rágcsáló is, a négy csíkos fűegér, aki a különböző maradékokat, itt például a csirke farhátnak a
cafatjait eszegette meg, de sokszor nagyon pofátlan volt reggel, és a mogyoró krémet is ugye megette. Hagytam neki cserébe a jó fotóért, és amikor lefele ereszkedtünk, akkor megint őserdei terület volt, madárdallal, akkor nem esett az eső, és például ilyen majmok is voltak a fejünk fölött, ilyen Kolumbusz majmok. Jó, na, hát elérkeztünk akkor a csúcsnaphoz, kérdezték, hogy hány fok volt, pontosan én ezt nem mértem le, de ez a csúcsnap előtti állapot, jéger alsó, rendes túranadrág, meg vagy három réteg, meg a kabát, így aludtam a hálózsákba, ez volt így a csúcsnap. Amikor is 11:30-kor keltünk éjszaka, és olyan 12 óra előtt valamennyivel elindultunk. Ittem egy kis kávét, meg a pilóta kekszel kicsit boostoltam magamat, hogy na akkor utcú neki, fú korom sötétségbe. Amúgy miért kellett éjfélkor indulni? Napkeltére felülni. Hát igen, ezzel lelőtte a point, így van a napfelkeltére, mert ez egy turisztikai boom, életem legszebb napfelkeltére volt, és hál' Istennek volt annyi lélekjelenlétem, hogy egy félperces videót csináltam, úgyhogy majd ezt megosztom önökkel. Fantasztikus volt a napfelkelte, pont ezért más, magasabb hegyek 7-8 ezer esetében, meg biztonsági történet, hogy lefele jövet, ugye ne olvadjon fel az adott útvonal, tehát ez egy nagyon fontos sztori volt. Fejlámpa, és akkor szépen elkezdtük. Hát, 6 és fél órán keresztül csoszogtunk, arra szóltunk, mire felértünk a csúcsra, hát örökké valóságnak tűnt. Eindig az voltam, hogy ugye Debrecen-Budapest autópályán egy olyan 2:30, hogy na még úristen, több mint egy oda meg egy vissza ilyen araszolással, de erről már beszéljenek a rövid kis videók, hogy ez hogy is nézett ki. Na, ilyen volt a tempó, kérem szépen. Ha már kicsit gyorsabban mentem, akkor leintett Robert, hogy póle-póle, lassan-lassan. Mindjárt fogom narrálni a történetet, hogy mit látunk. Ez még az eleje? Ötezer méter. Ott lehet látni fejlámpával a többi csapatokat, hogy ők is jönnek. Jelenleg hajnali 2 óra van, hogy átul is hallják. Vánszorgunk tovább. Na és itt már azért hűvösebb, már minuszok vannak. 3 órája vagyunk úton. Minden oké, csak szerintem nem volt tudni gyulladásra, nem tudom, hogy milyen az érzés. Egyedül a tüdőm az hátul, az nagyon-nagyon fáj. Lábam visz, fejem nem fáj, levegőt tudok venni. Halljuk hátul? 3 óra múlva lesz napfelkelte, és az még nem a píken fog minket élni. 3 óra további vánszorgás, de végül azért azt elmondhatom, hogy a csúcson ért minket, engem, a napfelkelte. Ugye itt már felértünk a gerincre, mondom, hogy lesz egy ilyen kis félperces videó, az majd jobban át fogja adni ezt az érzést. Hát tényleg fantasztikus volt, fent voltunk a felhők felett, és hogyha másik irányban nézünk, akkor itt még ugye van hó, illetve fagy. Ez is egy vulkanikus hegy, vagy 1000 méterrel alacsonyabb, de ezt már technikás, meg jóval nehezebb megmászni, ez a Mont Meru. Ez majd, ha legközelebb bejutok Tanzániába, akkor lehet, hogy összejön ennek a megmászása is. És akkor így szépen cammogva, hát értük el ezt a bizonyos táblát, ugye a szabadság csúcsot, 5895 méter, legmagasabb pont Afrikában, meg a világ legmagasabb egyedülálló hegyéről beszélünk, meg hát a legnagyobb vulkán is, világörökségi rész. Na és akkor jöjjön az a bizonyos napfelkelte, amit ígértem. Megérkeztünk. Akkor a helyre neki. Nézzetek, hogy csodálat felkeltünk.
Ennyi. Úgyhogy így nagyon boldogok vagyunk, és hát valamennyire az volt, amilyen kimondott, kirobbanó csúcsérzés nem volt. Csináltunk egy fotót Roberttel, és aztán lefele vettük az irányt, pontosabban ő mint a puska elindult. Hát mondom, mit idegeskedik ez, eddig minden nyugalom volt, most megint stresszel pont, amikor itt lehetne flashelni egy kicsit fent, és még szerencsé, hogy csináltam egy selfit, ahogy jöttem lefele, hát ő... elég zavart ez a tekintet, hogy így már itt sem százas, ez ilyen, elrejtem a fájdalmat, Harold vagyok, de itt... Mentünk lefele, és körülbelül fél óra múlva pedig azt vettem észre, hogy állandóan a fenekemen találom magam, ugye ott lehet látni a bakkancsomat, ilyen murvás volt, de valahogy úgy nem volt tiszta az elmém, ilyen idült részegség volt, elment az erő a lábamból, és akkor még itt is lesz egy kis videónk, hogy mit éltem meg. Készen voltam, mint a házi feladat. Megcsúszva. Jó, hogy nem érjük. Itt vagyunk megcsúszva, fizikailag, pszichikailag megrogytam. Nem jó. Úgy. Robert, az átcsákom, mondtam, hogy így is megcsúszok ezen a talaj. A gájda elvette a táskám. Teljes mértékű kimerültség kategória. Úgyhogy már Robert szólt a porternek, hogy jöjjön és segítsen. Mentő alakulatot utánunk küldték. Hát azt kell látni, hogy én így próbálom... Említettem ezt a levest, meg így a dolgokat, meg egyéb más rendszerbe élni az életemet, sportolni. Tehát azt lehet mondani, hogy én ekkor, amikor készítettem a videót, annyira csalódott voltam, hogy ez leíratlan. Ennyi voltam, majdnem csúnyát mondtam, kimerültem vége. És aztán hát saját lábamon, lehet, hogy éppen nem is a gólya viszi a fiát, de így belekarolva, így eljutottunk az alaptáborig oda valóba, lefeküdtem a sátorba, egy órát aludtam, és mondta Robert, hogy menjünk tovább le, és igazából még lementünk egy olyan 1000 métert a következő táborig, és mintha kicseréltek volna. Visszajött az elmém, szinte le se akartam feküdni, visszajött az erőm, stb. Úgyhogy akkor egy kicsit megnyugodtam, és hát engem így kapott el a hegyi betegség, tehát így vett le a lábamról, hogy különösebb tünetei nem voltak, de így úgymond elfogytam így oxigénbe, de hát aztán utána magamhoz tértem, és akkor rájöttem, hogy ezért mégsem vagyok annyira veszett fejsze. Útközben lefele Robert mutatott egy-két dolgot, ugyanis felmerült bennem a kérdés, hogy mi történik, hogy itt valakivel történik valami, kimegy a bokám, vagy ilyesmi. Hogy hát, hogy akkor is leviszik, vagy valahogy megoldják, hát volt ilyen speciális cucc, amivel ugye letolhatták esetleg, hogyha valaki sérült, vagy kérem szépen több helyen volt, helikopter leszálló pálya olyan 8-10 ezer dollárért, hogyha ezt éppen elővirítjuk, akkor azzal is le lehetett hoppanni erről a hegyről, tehát ilyen szempontból megvolt. És aztán az utolsó nap is, hát jó sokat mentünk, hamarabb leérünk a hegyről, mint fel, ugye ígérem, szépen ilyen gyönyörű tájakon mentünk, már sütött a nap, mosolygott ránk, már nem volt köd az esőerdőbe sem, és végül ennél a MVK kapunál vártak rám a többiek mikrobusszal, és akkor ahogy kezdtünk, úgy fejezzük be, 262.924-ként akkor így teljesítettem ezt a távot, sikerült meghódítani a csúcsot. Hát életre szóló volt a történet. Azóta is, hogyha bármely nehézség jön az életembe, akkor csak arra gondolok, hogy 6,5 óráig így mentünk fel a sötét, az örökké, de még lefele jönni is örökké valóság volt hegyi betegséggel a fejembe. Úgyhogy én igazából az alatt, nem tudom, vagy 16-17 órát fent voltam az alatt a nap alatt, hát megéltem így a mennyet is, a poklot is, aztán meg megint a mennyet, úgyhogy egy nagyon érdekes ilyen mix volt ez az életembe, illetve az baromire igaz, hogy nem tudom, hogy önök mennyire az élet területén volt, hogy nagyon el kellett hagyni a komfortzónát, akár pszichikailag, akár fizikailag, de
el nem tudjuk azt képzelni, hogy mire vagyunk képesek, akár itt, akár lábban, hogyha igazából kell. Tehát nem tudjuk, mert a tudatunk az bezár minket egy ketrecbe, közben pedig nagyon-nagyon sok mindenre vagyunk képesek, teljesen mindegy, hogy milyen korosztályról beszélünk. Kedves nézőink, Afrikát személyes élményeken, fotókon, videókon keresztül ismerhették meg a Matthias Corvinus kollégium előadásának köszönhetően. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.